Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét, a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Számos Tolna megyei rendőr is teljesítette az Ultra Balaton több mint 220 kilométeres távját. Voltak, akik csapatban, mások pedig a családjukkal futottak, a legelszántabb egyenruhás pedig egyedül futotta végig a távot. Több mint 13 ezeren vágtak neki a Balaton megkerülésének, a táv hatalmas, több mint 220 kilométer. Pranner Gábor, a paksi rendőrkapitányság munkatársa is futott, egyedül váltótárs nélkül vállalta a feladatot. Ebben nekem körülbelül másfél éven van, másfél éve készülök rá, ilyen heti 130-150 kilométer, havi 500 kilométer, hétvégi hosszú futások, amik általában ilyen 50-60 kilométeres távok. Gábornak volt, hogy szakadó esőben éjszaka kellett futnia, és enni is csak menet közben tudott pár falatot. A mélypont az változó, hogy hol jön rá az embere, vagy hol találkozik a mélyponttal. Nekem szombat este ilyen 10 óra fele éreztem azt, hogy erőnlétileg kicsit gyengébb vagyok, de ettem, ittam, úgyhogy mondhatom azt, hogy lábra kaptam, és sikerült folytatni. De olyan, hogy most feladni, vagy valami olyasmi nem fordult meg a fejembe. Gábor az előbb említett legnehezebb ponton már több mint 10 órája futott folyamatosan, ekkora nagyjából a táv felét teljesítette, végül kevesebb mint 20 óra alatt sikerült a Balatont körbefutnia. Nem Prantner Gábor volt az egyetlen Tolna megyei rendőr, aki sikeresen futotta végig az idei Ultra Balatont. A Szolgálati Agarak néven induló csapat tagjai már másodszor vágtak neki, ezúttal meg is nyerték a versenyt. 4-5-6 kilométeres etapokat terveztünk, és ezt próbáltuk egy ilyen gyors váltásokkal megoldani, úgyhogy pihenésre sok idő nem volt. A csapat, aminek két tagja is Tolna megyében szolgál, több mint 35 percet vert a második helyezettekre. Ráadásul a dolgukat az időjárás is nehezítette. Éjszaka megjött egy eső, és a körülbelül fél távot azt esőben is sötétbe teljesítettük. Mert mi, tehát úgy néz ki, hogy mindig úgy számolják ki körülbelül a szervezők, hogy reggel hétre érjen be mindenki, és mi picit gyorsabban teljesítettük, mint más, ezért mi este 4-6-kor indultunk, és akkor a 13:54 alatt teljesítettük, így akkor reggelre értünk be. A Tolna megyei rendőrök között volt, aki családostul indult. Huszti Gábor és Boldog Ildikó házastársakként teljesítették csapatban a távot. Mi egy technikai megbeszélést tartottunk, ahol mindenki eldönthette azt, hogy összességében milyen távot szeretne futni, és hogy ezeket milyen leosztásban tudná teljesíteni. Tehát tulajdonképpen a futók jelentkeztek egyes szakaszokra, és aztán a végén a megmaradó távokat pedig az erősebb futók között osztottuk szét. Nagyon sokat segítettek a csapattagok egymásnak, mert minden egyes váltópontnál vártuk egymást, szurkoltunk, és a holdpont az volt, amikor például az én szakaszomra jutott egy nagy felhőszakadás, villámlott, dörgött, úgyhogy ez azért holdpont volt, de utána, amikor újra kezdtük, akkor mindig erőre kaptunk, és jól sikerült tulajdonképpen a hajnali futások is. Bátán évtizedek óta folyamatosan élénk az asztali tenisz élet. A foci mellett versenysportként jószerivel a pingpong létezik csak. Okkal büszkék Dér Jánosék saját 17 évvel ezelőtt elindított versenyükre, melyre manapság már nem csak a közeli településekről, hanem más dél-dunántúli városokból is érkeznek amatőr és az MB3-ban is játszó asztali teniszezők. Bánki Árpád legendás bátai testnevelő engedte ki még 30 évvel ezelőtt azt a bizonyos szellemet a palacból, elültetvén az asztali tenisz magját Bátán, amely generációról generációra szárba szökken. Ennek ékes bizonyítéka az a bátai régóta megrendezett verseny, aminek híre a szabadidős kategóriától az MB3-ig már a szomszédos településeknél messzebbre is eljutott. Belemendről, Palotabozsokról is érkeztek versenyzők, a már megszokott pécsi és bajai játékosok mellett az idei Bánki kupára. Játék szeretete az ragadott meg, és gyakorlatilag én meg egy-két kollega, hát visszük ezt az emléket tovább, és így lett ez a verseny, és most már 17. Bánki kupa, ez a neve neki, és hát erre is szívesen emlékezünk, mert valójában ő volt a szóvivő. Bátta a Diákolimpiák országos döntőjébe is adott játékost, akik itt maradtak a településen, ma is aktív résztvevői a helyi pingpong életnek. Közülük többen is
NB3-as csapatba szerepelnek még ma is, például a nem túl távoli Beremenden. Heti kettő edzés van, és olyan 8-10 fővel átlagban így lehet számolni. A korát tekintve középosztály mindig kiesik, ám a fiatalok pótolják őket, így Bátának a fiatalokkal és az öregekkel együtt erős csapata van mindig a szekszárdi környékbeli bajnokságban. Első helyen vagyunk, most már negyedik vagy harmadik alkalommal, ne tudjam. Lényeg az, hogy most a vándorsárlág már a miénk, úgyhogy azért ez egy figyelemre méltó eredmény. Fél száz játékost a tudás alapján négy csoportban sorsoltak, ahonnét az első kettő tovább jutott, de legyőzötteknek sem kellett az öltözőbe hova tovább hazamennie, mert a Bátai Bánki Kupán létezik vigaszág, és onnét el lehet jutni akár a végjátékba is. Ott volt az egyesben és a párosban, a mezőnyben, egyfajta kuriózumként, dél-dunántúli asztali tenisz talán egyetlen személyi edzője, Horváth Eszter, aki örömpingpongot oktat Pécsen, illetve a környéken. 5 éves korcsoporttól 72 éves korosztályig, több mint 50-en járnak már hozzám. Számomra ez egy szerelem, talán az első pillanatban szerelem volt, ami úgy látszik, hogy hosszú távon kíséri végig az életemet. Ezen kívül, amiért én nagyon szívesen eljöttem Bátára, én Beremend NB3-as férfi csapatába játszom, és az egyik csapattársam a Tóth Gyuri, ő bátai, így az ő meghívására is nagyon szívesen és eleget tettem. Mivel két NB3-as játékos az itteni szabályok szerint nem alkothat sem azonos nemű, sem vegyes páros, így mindketten alacsonyabb osztályból kerestek társat. Eszter éppen egyik tanítványát választotta, vele eljutott a legjobb 8-ig. Volt egy kristálytisztán bátai illetőségű páros, Nagy Gábor, Májer Tamás duó, amely esélyesként menetelt. Hasonlóképpen szépen haladt előre az egyes selejtezőben Mózes János, a bátai csapat éljátékosa. Kár, hogy csak 7 asztal fér el a bátai sportcsarnokban, különben még nagyobb versenyt is rendeznének. De így sem elégedettek. A faluvezetés ugyanis beemelte a falunap jeles eseményévé az asztali tenisz Bánki Kupát. A szekszárdi női kosárlabdázás fél évszázados történetében a 6. utánpótlás magyar bajnok csapata született meg a Pécset lezajlott országos döntőn. A kadettek legyőzték a Sopront, a Pécset, a Miskolcot és a Vasast is, majd a döntőben drámai, fordulatos mérkőzésen az utolsó 4 másodpercben szerzett kosárral 52-51-re győztek az esélyesebbnek tartott csata ese ellen. A várakozásnak és az erőviszonyoknak megfelelve, látványosan, okosan és egyben taktikusan játszva sorra aratta nagy arányú győzelmeit Harsányi Mária U16-os kadett csapata az országos pécsi döntőben. Többek között a Sopront, a Pécsi Akadémiát, a Diósgyőrt és a Vasast is magabiztosan legyőzve. A döntőben, az aranycsatában a mezőny legjobbjának tartott, szerkezetileg is jobb fővárosi csata ese volt az ellenfél. Egy sokáig emlékezetes, végsőkig kielezett meccsen az utolsó 3 másodpercben szerzett Miklós Melinda kosárral 52-51-re győzött, és lett az ország legjobb U16-os csapata, az Atomerőmű KSC Szekszárd. Azt mondja a korszakos sikeredző Harsányi Mária, ezúttal komoly, máskor nem jellemző egyesületi teammunka, összefogás áll a döntőbeli bravúr győzelem és a csapat egész tornán nyújtott teljesítményének hátterében. Jött hozzám, aki a Zsejko mellett is dolgozik, elemző, a Pásztor Isti, meg kell említenem feltétlenül, aki a taktikába és a játékos elemzésbe, amit az NB1-esnek csinál, én még utánpótlás vonalon nem láttam, a Zsejko hallottam, hogy ő már annó Pécsen csinálta, és ő rengeteget segített nekem ebbe, és feltét tudtuk térképezni teljesen, hogy a csatának a játékos, hogy kinek mi az erőssége, és hogy kivel fogadjuk meg, illetve hogy milyen taktikát választunk a játékhelyzetekbe. Nagyon sokat segített. 6 év munkájának gyümölcse most érett be igazán. Ismerkedünk a nevekkel, Miklós Melinda, Rences Rebeka, Andi Hanna, Holc Rebeka, mint a szekszárdi kosárlabdázás közeljövőjének új nagy ígéreteivel. Miklós Melinda, mint a teljes magyar U16-os korosztály egyik legjobbja, a pécsi döntőben is valóban vállán vitte a csapatot. Jellemző, ő szerezte a döntőben a bajnoki győzelemhez kellő kosarat. Megmarad, és ezt nem fogom tudni elfelejteni. Visszagondolva, hogyha újra átélem, akkor olyan érzés, mintha így meg kellett volna rémülnöm, hogyha most kihagyom, mi lesz, meg hogyha máshogy csinálom, de akkor semmit nem éreztem, és csak úgy mentem, ahogy jött. Ebben a játékban nagyon fontos irányító poszton Rences Rebeka volt, a kis karmester, mondhatni a csapat esze.
Próbáltam igen inkább kiszolgálni a társaimat, mivel irányító vagyok, és nekem az a dolgom, megbontani a védelmet, kiosztani, és szerintem ez nagyon jól sikerült. Kintről is szerencsére bementek a dobások, így sok pontot tudtunk onnan kintről is dobni. A szurkolótábor pedig fantasztikus volt. Nagyon sok lelki erőt adtak nekünk, mikor kicsit mély völgybe voltunk, és az ő segítségükkel tudtunk felállni. Holsz Rebekának kellett megvívni a küzdelmet az ellenfél valóban magas és képzett játékosaival. Én mindig megpróbálok edzéseken is arra koncentrálni, hogy mindent minden sebességből és minél jobban, pontosabban időzítve oldjak meg, ami szerintem sikerülni is szokott. Nagy álma az élvonalbeli játékossá válás neki is. Nem leszek magas ember, én ezt már látom előre, de szerintem bedobó poszton is majd meg tudom oldani a magam dolgát. Viszem őket végig, bár az idén is az enyém volt ugye a junior is, ahol ötödikek lettünk, és viszem tovább ezt a társaságot, és szeretnénk jövőre indulni az NB1B-be velük. A felnőtt bajnokságban való szereplés mélyvíz, ám nagyszerű eszköz arra, hogy felgyorsítsa a szexuális tehetségek fejlődését, közelítve az élvonal követelményeihez. Kiesési rangadónak számított a Paks 2 és a Szekszárdi UFC bajnoki mérkőzése az NB3 középcsoportjában. Az 1-1-es döntetlen után a szekszárdi szurkolók lehettek elégedettebbek, hiszen csapatuk újabb nagy lépést tett a bentmaradás felé, míg a PSE 2-nek csupán matematikai esélye van a hátralévő két fordulóban az NB3-as tagság meghosszabbítására. Aki 10 percet késett az NB3 középcsoportjának megyei kiesési rangadójáról, az mondhatni a lényegről lemaradt, gólt nem láthatott már, mert mindkét találatot még nagyon a mérkőzés elején szerezték a csapatok. Hideg zuhanyként indult a sárgamezes szekszárdi UFC számára a mérkőzés. Két oldalváltásos paksi támadás után a jobb összekötő helyén kiúró Adamcsekről egy kicsivel lemaradtak a szekszárdi belső védők, s a csatár remek szűk labdaátvétel után, egy pattanás után kilőtte a bal alsó sarkot, Rékai már késve vetődött 1-0 a PSE 2 javára. Pár perccel ezután Márton Erik baloldali nagy bedobása bizony zavart okozott a paksi 16-oson belül, nem tudtak felszabadítani a védők, ide-oda pattogott a labda, a szekszárdi csatár fejes azonnal rácsapott kapura lőtt, a labdába a menteni akaró, az NB1-ből visszajátszó Víg András olyan szerencsétlenül ért hozzá, hogy róla a hálóba vágódott a játékszer 1-1. Mivel magyar szinten, különösen az NB3-ban gyorsiramú volt a meccs, a Paks agresszíven futballozott, a szekszárd is a biztonságos védekezés mellett gyakran veszélyesen kontrázott, így nagyon is benne volt a levegőben az újabb gól, mi több gólok. Mint utólag kiderült, a valóságban már egyszer sem zörrent meg a háló, egyik oldalon sem. Az összkép alapján taktikailag a szekszárdiak uralták inkább a meccset. A Paks 2 viszont majdnem reménytelen helyzetbe került. Akkor sem harcolhatja ki a bentmaradást, ha a hátralevő mindkét meccsét megnyeri, mert abszolút másoktól függ a sorsa. A szekszárd sem érezheti magát abszolút páholyban, de az elmúlt 3 fordulóban szerzett 5 ponttal sokat tett az NB3-as tagsága meghosszabbításáért. Tudtuk, hogy milyen mérkőzésre számíthatunk, tehát biztosak voltunk benne, hogy a szekszárd az nem fog kijönni, nekik jó az X. Ennek szellemében ugye várható volt, hogy egy mezőnyjáték fog folyni, aztán egy átlövés, vagy egy-egy lehetőségből lesz rá sansz, akkor gólt szerzünk, ami sikerült is az elején. Megint egy olyan gólt kaptunk, ami Mapecsóba illik, tehát eleve senkitől nem zavartatva a 16-oson belül nem tudunk felszabadítani, hanem 3 méterre agyarúgjuk az ellenfél játékosát. Dienes Pál azt kapta vissza a csapatától, amit várt. Védekezésből, labdaszerzésből tudtunk olyan helyzeteket kialakítani, amiből akár a mérkőzést is megnyerhettük volna, de úgy gondolom, hogy a mezői munkát tekintve mind a két csapat dicsérhető, úgy gondolom, hogy a lelátón nem unatkoztak az emberek. A meccs embere Aréna Ármin az UFC játékosa volt, a védőből lett támadó középpályás, rengeteget futott, sok labdát szerzett, és még kapura is veszélyes volt. Újra visszakerültem a középpályára. Hát igazából meg kell szűrni az első 4-es vonal mögött a dolgokat. Hál' Isten most tudtam följebb is lépni a támadásokba. Hát sajnálom a lehetőségemet, mert ha gólra váltom, akkor
ma már ünnepeltünk volna a bennmaradás, de így se lesz gond, jövő itt a megünnepeljük. Ez persze a következő fordulóban le kell győzni odahaza a Szekszárdnak a Kecskemétet, ami az erőviszonyok alapján nem megoldhatatlan feladat. Az MLS Grassroots program társszervezésében megvalósuló Danon focikupa a gyermekekért tornán áprilisban és májusban összesen 96 csapat, mintegy 1200 U12-es labdarúgója küzd azért, hogy Magyarországot képviselhesse a torna nemzetközi döntőjén Spanyolországban. A pécsi regionális döntőt a PMFC nyerte, miután a fináléban legyőzte a kaposvári Bene Ferenc labdarúgó akadémia csapatát, így ők vesznek részt a kupa budapesti országos döntőjén. A PVSK a harmadik helyen zárt. Az A csoportba a Mohács, a PMFC, a Szent Lőrinc és a Paks, a B csoportba pedig a Kaposvár, a PVSK, a Kaposvölgye és a Szekszárd U12-es korosztályú labdarúgói kerültek a Danon focikupa a gyermekekért pécsi régiós döntőjén. A PMFC jó iramú szép meccsekkel rajtolt. Két győzelmünk van, jól játszunk eddig, de most be kell húzni az utolsót, hogy tovább jussunk. Mindent az akaraton fog múlani, hogy tovább jutunk-e vagy nem. Most a Paksa fogunk játszani, aki nagy ellenfél lesz számunkra. Hát meg vagyok elégedve a csapattal, kicsit még lehet többet kéne úgy játszani, de ahhoz képest én meg vagyok elégedve a csapattal. Hát azt be kell húznunk, mert ha kikapunk, akkor viszont nem juthatunk ki Budapestre, és ezért ki szeretnénk. Ilyen Ovitól kezdve már ilyen együtt vagyunk, még egy-két ember csatlakozott, de igen, egy Ovitól kezdve együtt vagyunk. A kupa egyik kiemelt támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma, fővédnöke Nyilasi Tibor, tiszteletbeli nagy követe pedig Vince Otto, aki részt vett a pécsi régiós döntőn. Az egyik, hogy bizonyítja, hogy egy olyan cég, mint a Danon is komoly szerepet vár a társadalmi felelősségvállalás terén, gyakorlatilag példát mutat ezzel, követendő példát, megmutatja azt, hogy a lehetőségeihez képest mennyire tudja támogatni a fiatal generációjának a fejlődését. A másik pedig maga a tehetséggondozás is nagyon fontos, maga a tehetségkutatás. Hiszek a tehetségben, hiszem azt, hogy különben a gyerekek nagy részének megvan a focihoz a tehetsége, a többinek meg egy máshoz majd, ami ki fog derülni. És hogy nekünk az a feladatunk, hogy példát mutassunk azzal, hogy itt vagyunk, biztatjuk őket, támogatjuk őket a jelenlétünkkel, akár szakmailag is, tehát ezek nagyon fontos dolgok az ő edukációjukban. A kupa az MLS Grassroots program társszervezésében valósul meg, de hogy miért fontos az MLS-nek ez a torna? Felszínre kerüljenek ebben a korban a legtehetségesebb gyerekek, és ezt érezzék azok is, akik mondjuk így, hogy kicsit lustábbak, hogy egy kicsit többet kell ezzel a sportággal foglalkozni, hisz ennek a labdarúgásnak az elismertsége ugye óriási nemzetközi szinten, tehát, hogy egy kicsivel több, én nem mondom a gyerekek számára, hogy munka, de egy jobb hozzáállással nagyon szép dolgokat lehet elérni. És már pedig el lehet érni, olyan helyekre lehet eljutni, olyan helyekre lehet futballozni, amelyekről esetleg a szüleik csak álmodoztak. De mindig gyermekfejjel gondolkodom, mint Bozsik programvezető, és én azt látom ebben is, hogy egy olyan megmérettetési lehetőség, ahol a gyermekek meg tudják mutatni, hogy mire élik bennük. Ráadásul van egy nemzetközi torna a végén, ahová eljuthatnak a gyerekek, és ez mindig vonzó a számukra. De én azt szeretném látni elsősorban a hasonlókorú gyerekeknél, hogy élvezik a futballt, szeretnek játszani, és jól érzik magukat a pályán, ez a legfontosabb szerintem. A Danon focikupa a gyermekekért program szerves része, hogy minden évben jótékonysági akciókat szervez. Idén a résztvevő gyermeklabdarúgók sportszergyűjtéssel segítik állami gondoskodásban élő focista társaikat. A Danon focikupa a gyermekekért, ez egy nagyszabású, a világ legnagyobb gyermeklabdarúgó tornája, ami az UEFA által is elismert. Évente mintegy 30 ország vesz részt rajta, és 2,5 millió gyerek lép pályára ezen kereten belül. Azért fontos nekünk, mert a Danon ezen keresztül szeretné felhívni a rendszeres testmozgásra, a sportra a figyelmet, illetve emellett az egészséges életvitelre, tudatos táplálkozásra is. A szekszárdiak az 5. helyen zárták a tornát. 4 meccset játszottunk, és hát egyet nyertünk, és 3-at elvesztettünk, de nagyon jól játszottunk, a játékunk az jó volt. Hát szerintem a Kaposvár elleni mérkőzés volt a legnehezebb. Most Léko Rolanddal 1 éve vagyunk, de én 3,5 éves koromban kezdtem a futballt.
A PVSK a Paks ellen játszott a harmadik helyért, és 1-0 arányban sikerült is nyerniük. Én a csapattal nagyon meg vagyok elégedve, nagyon jók voltak a fiúk, büszke vagyok rájuk, hogy egy ilyen jó tornán a harmadik helyzést tudtunk elérni. Hát az én teljesítményemről, hát az mondjuk azt, hogy ugye, nem arra foghatom, hogy kicsit beteg is vagyok, de voltak olyan hibáim, amikor nem engedhetek meg magamnak, ugye játszunk egy bajnokságba, és abban nem vétetek ilyen hibákat, de voltak jó védéseim, és azok jók voltak. Megmondom őszintén, hogy a Kaposvártól kikaptunk az első meccsen, és ennek az lett a vége, hogy így csak a harmadik helyét tudtunk játszani. Az volt a leggyengébb meccsünk, 1-0-ra kaptunk ki sajnos, és utána a fiúk meccsre egyre jobban játszottak, úgyhogy én szerintem ez a paksi meccs nagyon jó volt, az előző szexári szintén nagyon jó volt. Én úgy gondolom, hogy ez, én nagyon büszke vagyok rájuk, és hogy úgy gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtek a fiúk ezen a tornán is. A pécsi regionális döntőt a PMFC nyerte, miután a fináléban legyőzte a kaposvári Bene Ferenc labdarúgó akadémia csapatát, így ők vehetnek részt a kupa budapesti országos döntőjén. A PTE Peac birkózó szakosztálya 2017-ben alakult újjá, azóta már van Európa bajnoka, 3 serdülő válogatottja és olimpiai kerettagja is az egyesületnek. Ahhoz, hogy a fiatalok ezt a sportágat válasszák, meg kell szerettetni velük, vallják a szakosztálynál. A május közepén Budapesten megrendezett 2019. évi felnőtt kötött fogású országos bajnokság legtöbb mérkőzése igencsak kiélezetre sikeredett, főleg, hogy az alsó hadsúlycsoportban vagy körmérkőzés, vagy dupla körmérkőzés, azaz Nordic rendszer alapján dőltek el a helyezések. A legkisebb kategóriában az 55 kg-ban a vajdasági, ám már pécsi színeket képviselő Gazdag Krisztián nyert, aki többek között az U23-as Európa-bajnokság 5. helyezettjét, Kovács Bencét is legyőzte a szőnyegen. Én már 15 éve foglalkozok a birkozással. Ugye Szerbiában kezdtem el birkózni, és ott elég komolyan üztem, válogatottság szinten is voltam, úgymond minden korosztályban. És akkor hát tavaly decemberben volt otthon a csapatbajnoki döntő, rájátszás, és akkor találkoztam ugye Nagy Norberttel, és megkérdezte, hogy lenne kedvem csatlakozni a piachoz. Hát ő szinte gondolkozás nélkül rámondtam, hogy jövök. Ugye a barátnőm is itt tanul egyetemen, és akkor gondolkoztunk már amúgy is, hogy átjövök. És akkor nekem egy kritérium volt, hogy csak is olyan városba megyek, ahol van birkózás. És akkor ugye hát Pécsen van birkózás, ugye? Úgyhogy jó jártam ebben. Januárban igazoltam át, ott rögtön volt egy első minősítő verseny, ott sajnos csak második tudtam lenni, kikaptam egy meccset a döntőbe, és aztán áprilisban átköltöztem, a Garamvölgyi Gáborral az edzőben ráfeküdtünk az edzésre még jobban, és akkor most múlt héten volt az országos bajnokság, ahol sikerült felállnom a dobogó tetejére. Ez nagy öröm volt számomra, mivel már 2-szer voltam 3., és akkor végre sikerült most az első helyezést. Sika András behívott a válogatottba, hogy képviseljem a hazát, ugye. A világbajnokság az októberben lesz, még addig át kell gondolnunk több dolgot, de szerintem csatlakozok majd hozzájuk. 2017. januárjában alakult újjá a PTE Peac birkózó szakosztálya. A legkisebbektől a felnőttekig minden korosztályban vannak versenyzők az egyesületnél. A cél, hogy újra a birkózás egyik fellegvára lehessen Pécs. Nagyon jó úton haladunk, szerintem az irány az rendben van. Elképzelhető, hogy a csapás számon még lehet növelni, túlvállalni is szeretnék magunkat. Azt gondolom, hogy tesszük a dolgunkat, és az történik, ami a dolgok logikája alapján történnie kell, jönnek az eredmények is. Minden eredményt megbecsülünk, el kell vonatkoztatni korosztályoktól, diákkorosztály, serdülőkorosztály abszolút nem eredménycentrikus, képzésen van a hangsúly, onnantól felfele azért már nem csak birkozni kell tudni, hanem versenyezni is. Büszkén mondhatom, hogy Técs városának meglett első Európa-bajnoki címe, Noviszádon van 3 serdülő válogatottunk, NB1-et birkozta felnőtt csapatunk, nagyon jó a visszaigazolás a vajdasági magyarok által hozott eredmények alapján is,
büszkék vagyunk. A birkózás már nem csak a fiúk kiváltsága, ráadásul Pécs első Európa-bajnoki címe is Galambos Ramona nevéhez fűződik. Pécsett is egyre több lány választja ezt a sportágat. Tavaly februárban kezdtem, és nem tudom, ez az egy, ami megtetszett, semmi más nem tetszett, csak ez a birkózás. Nagyon-nagyon színes sportág, és nagyon-nagyon beleszerettem rögtön, az első edzésemen már. Diák olimpiát sikerült nyernem, magyar bajnoki bronzérmem van, és most legutóbb egy válogató versenyt is sikerült megnyernem, amivel kijutottam a Serdülő Európa bajnokságra. Az egyesületnél több testvérpár is birkózik, méghozzá sikeresen. Én 2,5 éve kezdtem el, és hát nekem ez megtetszett, mert a barátnőm is elkezdte, és az egyik versenyen első lettem, és tetszett, úgyhogy elhívtak ide föl. Azóta milyen eredményeket értél már? Hát első, második helyezés, de most épp jött egy harmadik helyezés is. Mi a célod a birkózással? Mit szeretnél elérni? Világbajnok szeretnék lenni. 2,5 éve, és én is hát az utcán voltunk, és a Gábor bácsi ránk talált, és azt mondta, hogy nem szeretnénk kipróbálni ezt a sportágat. Területén második, országosan pedig harmadik. Nem fura, hogy a tesód is itt van? Vagy el tudsz ettől vonatkoztatni? Hát tudom. Mi a célod neked a birkózás? Nekem is, hogy világbajnok legyen. Ahhoz, hogy a fiatalok ezt a sportágat válasszák, meg kell szerettetni velük, vallják a szakosztálynál. Ezért toborzókat is tartanak, hogy az általános iskolás korosztállyal is megismertessék a birkózás alapjait. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!